Üdvözlök, és itt mindenkit, itt Haltó vagyok. Látszik, hogy egy kicsikét ez a Linux Mintnek ez az indítója lefagyott, ez a menü. Itt van a másik, és itt lehet indítani az alkalmazásokat. Nagyon sokat tűnődtem azon, hogy milyen jellegű videó legyen máma. Nincsen, mert töltöm fel a videókat, így nem lesz livestream. Utóbbi időben vagy nem akart összejönni, az internet szolgáltató nem engedte meg. Kétlen vagyok vételezni a képet, hogy mit is, csak a szájtógépen. Ez a grafikus interfészen. Kicsi alkalmazások, készen próbálva. Nézzük meg a drivingot. Kicsi alkalmazásnak néz ki. Lehet rajta rajzolgatni. Elrontott, nem tudom, mi akar lenni. Vagy nem jó, sikerült most nem ezt nem akartam. Újat, és itt van. Gyakorlat. Tudom, nem veszik. Fekete lett valahogyan. És akkor így. Platósra. Rerajzolom. Egy vonal, még egy vonal. És két rosszul sikerült. Kicsit szórakozok ilyen rajzalkalmazásokkal. És már meg is van. Rajzolva. Most újabbat rajzolok. De az a legrosszabb, mindig felejtem az alapokat el. És az alapokat elfelejtem. Valahogyan, nem tudom, hogyan történhetett ez. Úgyhogy nagyon sok híve voltam körülvéve. Máskor, napi szinten. Sok hülyétől el lehet felejteni az alapszintet. Vajon nagyon sokat. Felejtek! És egyszerűen leépül az agyam. Ez annak a jele, az utóbbi időben rosszul vitt az agy kapacitáson, és így nagyon eléggé sok mindent vagyon elfelejtettem. Szokás szerint, mint mindig, ártatlan szoktam lenni. Erről nem tehetek.
Erről csak azt tehet, aki körülöttem volt. Már nem emlékszek vajon megint csak. De veszembe jutott, most már megint kezdem felejteni. Ez annak a jele, hogy az agyam egyszerűen nincsen, nem jó az agy kapacitása. És így már nem emlékszek annyira. Tisztán. Jó, régebben jobban emlékeztem. Egy pár szó megerekítettem is. Az a legfontosabb, hogy mindenről kell hagyni tárgyi bizonyítékon. Na, mert megint rosszul rajzolom. Még azt, hogy nem tudom lerajzolni. Ez nem az, aminek gondoljátok, csak megint rosszul lerajzolom, nem igaz. Nem megy. Nem megy, egyszerűen elfelejtette az agy. Nem így kell kinézni. Az úgy néz ki, mint egy fog volna. Nem jó. Itt kicsikét mostan rajzolgatok. Figyeszem már, elfelejtettem volna. Úgy néz ki. Nem fogad kellett volna rajzolnom. Ez így nem jó. Na. Most ismét újból rajzolom. Így a szeme. Itt a másik szeme. És itt van! Egyszerűen az agy annyira megromlott, már nem tudom lerajzolni. Ez annak a jele, hogy egyszerűen az agyam tönkre ment. Hogy egy időben nem kellett volna annyi sok filmet nézni, és sokkal jobban le tudnám most rajzolni. Na. Tak, tik, tak, tak, tak. Ez ha így jön neki, így jön így, így, igen, ilyen masszerűség, ez nem így jött ki, de mindig nem jó. Ez így jön. Egy maszk, szerűségnek kell lenni át. Hát ha megint összekevertem, megint nem jó lett. És itt van, hogy amit én láttam, átlapban olyan 23 éve ezelőtt, aztán láttam hány év után, hogy ezt nem jött. 16 éve ezelőtt, ezt nem tudom lerajzolni. Hogy egyszer megromlott az agyam. Ez van. Így jár az, akinek csökken az agykapacitása. Nem lesz egy jó vége. Rább egyet megegyeztem, hogy kell lerajzolni. Rakom a feketét. Háttérképet! Változtatok! Most így ide megy. Itt van. Szerintem még ezt még a jó agyamban nem felejtettem el. Az a lényeg. Ez a szem. Így megy. És ide kell egy vonalat, még egy vonalat húzgálni. Eléggé élethű még. Még ez most eszembe jutott, majd nehezen meg egy ilyen. Milyen ide egyet, meg el ide. Ilyen, így, aztán ilyen így.
aztán egy kell egy maszkos fickó maszkot is mellé rajzolni, és próbál meg erőltetni magamat, így, aztán így, ez a szemei neki. És így, mindig fog akar lenni. Itt egy fog, úgy néz ki. Itt van. Egyszerűen az agy vajon megromlott, hogy nem tud eszembe jutni, hogy mit kellene rajzolni. Ilyesmek kell lennie. De kell neki fület is rajzolni. Fülni kell, nem az eredeti. Hát, na. Sok azt felállt az emberi agy, úgy néz ki. Rengeteget inkább. Nézzünk más alkalmazást is. Diszkek! Oktáv, GeoGebra! Vannak! Multimédiák! Ja, hozzuk egy gyors animációt! Ilyen képkockánként kell rárajzolgatni valamit. Animálni. És valahogyan ez sem akar összejönni! Nézd ki, nem vagyok abszolút a formámba! Nagyon ez a... egy kis alsó rétegű szintű nagyon behatolt. És egy időben elhisztem magamat. Próbálom a súlyomat meg az izomzatomat visszaszerezni. Sokkal egyszerűbb volt elveszíteni, mert nehezebb ismét összerakni az agyamat. Sikerülni fog. Ez mi a fene akar lenni, nem tudom mostan. Semmi, csak egy sima vonal! Ezt a frame-et a deletére kitalálom. És itt van, hogy egy sima munkás, akit képes 14 rosszát tenni, és a körülötte lévőket tönkreteszi. Tisztára tönkretette az agyamat. Kezdem egyszerűen a gondolkodásomat veszíteni el. Rajzolunk egy egyszerű virágot. Vagy ma sem megy. Itt van egyszerűen az agyam. Kezd egyszerűen megromlott.
folyton leépült. És az mindent megtesz, hogy ő rajta legyen a hangsúly. És itt van egy kiosztott virágot már, nem tudok már lerajzolni. Ez a piros, nem így néz ki. És ebben lesz majd egy animáció. Hát nem jó. Egyszerűen, mintha nagyon épülne le az agy. Ez annak a jele, hogy sok hülyével állok össze. Nem sokkal egy aki. Beatolt! És újból elkezdtem inni Pepsit. Nem tudom, micsodát. Pepsit. Akkor már 3-4 évvel leszoktam a Pepsiről. Pepsi. Hát ez nagyon nem jó. Pepsi. Kóla. Hát. Adok hozzá másik frame-eket. Szárny akar lenni? És itt van! Meglátszik a hatása neki! Tovább kell edznem az agyamat! Nem kell annyi sok vacak YouTube videót nézni! Nagyon kezd épülni az agyam. Régebben ment, most nem akar menni. Ez is mi akar lenni? Sok lehet játszani. Lehet lassítani. Lehet, hogy sírják volna ezeket. Ezt a képet. Talán máson azt hiszem, hogy... Hát... Az látszik meg ilyen PC lookba, hogy egyszerűen az agy... Mint az agyam. Kezdi! Leépülni. Rossz hatásoknak vagyok kitéve. És egy rossz. Minden megtesz, hogy lesüljegyek a szintjére. Az a megoldás, ha elzavarom. Más megoldás nincsen. És egyszer megromlok. Egy pár jó testépítés, izom, építés, fogyás, dinamika, nyújtás, már is visszaszerzem a jó agykapacitásomat, minél több. Mást is kell nézegetni, nem csak a YouTube videókat, más is csinálni kell, mozogni. Többet kell olvasni, hogy visszatérjen az agykapacitása, minél nagyobb legyen ismét. Hogy ez a rövid idő alatt egy hülye minden megtett, hogy minden napról legyen szó. Mai nap is úgy néz ki, hogy róla van a szó. Itt lát, érződik, hogy egy gyenge kis ikujú mindent megtesz, hogy róla legyen szó. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!